Kedves ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy e szalag átvágásával jelképesen megnyissam a Magyar Televízió új műsorát, a Televarietét. A Magyar Televíziónak új műsorra telik ollóra nem. A varieté látványosságot jelent, változatosságot, mely már a klasszikus rómaiak szerint is gyönyörködtette a dolgozót, nyilván ezt vallják azok a rómaiak is, amelyek manapság érkeznek hazánkba. A varieté nem elgondolkoztatni akar, vállalja, hogy nálunk nincs mondani való, ne is kérjen. Itt a nézőnek nem kell az eszét használnia, mint hogy a szerkesztők sem használták akkor, amikor engem bíztak meg a műsor konferálásával és a szalag ünnepélyes átvágásával. Mint hallják, a varietében zene is van, azonban itt sem a muzsika művészi színvonala a döntő, mert Yehudi Menuhin például többek szerint kiválóan hegedül, nálunk azonban mégse léphetne fel, mert közben nem tud a fején egy labdát egyensúlyozni, és a lábával sem csinál semmit. Mert itt az ügyesség a döntő szempont. A pódiumon az egyensúlyozó művész orrán egy hatszemélyes étkészlet és egy háztartási robotgép imbolyog, megdermed a nézőtér, a közönség izgatottan figyel, és a kisebbik fele azon izgul, hogy a produkció sikerüljön, a nagyobbik azon, hogy az egész cucc zuhanjon le és törjön pozdorjává. Az esetek döntő többségében azonban a tányérok épek maradnak, így a néző nem kapta meg a pénzért azt, amit kívánt. És ekkor jön az ügyetlen bohóc, akinek semmi sem sikerül. Nálunk sajnos nincsen bohóc, amit én őszintén fájlalok, mert a bohóc jelenléte, bármilyen furcsán is hangzik, a szellem diadala, a nyers erő az üres szépség felett. Ő az, aki csalafintassággal pótolja a dagadó izmokat és a rettenthetetlen bátorságot. Ő a kisember, akinek nem adatott erő és buzogány, hogy betörje Bizánc nehéz vaskapuját, ezért kénytelen megkeresni a kiskaput. És ha nem találja, akkor már csak a csodában számíthat. Persze csodák az életben nincsenek, legfeljebb a varietében. És akkor most a sikeres csodára szólaljanak meg a harsonák! Peregjenek a dobok! És akkor... Rajta!